köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnazáj Televízió híradóját látják, Ragoncs Rita vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Beruházás Hőgyészen új bölcsődét adtak át. Jótékonyság, az eredményeket ismertették. Pénzügyi tudatosság, előadás Szekszárdon. Jelentős pénzt sikkasztott a közös képviselő, vádat emeltek ellene. Átadták a Hőgyészi Sonvirág óvodához tartozó Tündérvár mini bölcsödét. A beruházás a pénzügyminisztérium pályázatának keretében valósult meg. A projekt költsége 150 millió forint. Az eseményre az óvodások és a bölcsödések műsorral készültek. Átadták a Tündérvár mini bölcsödét Hőgyészen. A létesítmény a már meglévő Sonvirág óvodához tartozik. A fejlesztés fontos a fiatalok megtartása szempontjából, mondta Máté Szabolcs, a település polgármestere. Hozzátette, az épület a legmodernebb felszerelésekkel és játékokkal rendelkezik. Iskolánk már van, óvodánk van, viszont bölcsödénk még nem volt, és ugye úgy tudjuk itt tartani a fiatalokat, hogyha a szülők mindannyian ugye vissza tudnak menni dolgozni, és ezt csak akkor tudják megtenni, hogyha valahol el tudják helyezni a gyerekeket, és akinek nincsenek esetleg itt a szülei vagy nagyszülei, azok nem tudják hova tenni, így a bölcsödébe be tudják őket tenni, és vissza tudnak menni dolgozni, tudnak fejlődni. Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára elmondta, a kormány célja a kedvezőtlen demográfiai folyamatok megfordítása. Ennek érdekében fontosak a hasonló beruházások. 1981 óta folyamatosan csökken Magyarország népessége, ezt a határon túli területek is néhány év elteltével ide követték, és 2010 óta pedig mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezt a trendet meg tudjuk állítani, és utána pedig meg tudjuk fordítani. Dömötörné Gombos Renáta igazgató szerint a létesítmény hasznos Hőgyész számára. Nagyon sok munkát fektettünk ebbe bele, nem csak én személy szerint, hanem mindenki, aki körülöttem dolgozott, úgyhogy nagyon köszönöm nekik. A településnek annyit jelent szerintem, hogy nagyon sok családnak tudtunk ezzel segíteni. Nem csak azokat tudtuk segíteni, akiket most jelenleg felvettünk, hanem van egy bizonyos várólista is, és ezekről a várólistáról ugye tudjuk behívni folyamatosan a gyerekeket, illetve a szülőknek tudunk segíteni. A projekt költsége 150 millió forint, melynek nagy részét a pénzügyminisztérium pályázata biztosította. A szekszárdi rendőrkapitányságon büntetőeljárást folytatnak rongálásvédség elkövetésének gyanúja miatt. A rendelkezésre álló adatok szerint 2023. november 4-e és 5-e közötti időszakban ismeretlenek Bátaszéken a Kolozsvári utcában lévő játszótér kerítését megrongálták. A szekszárdi rendőrök keresik azokat, akik a rongálással kapcsolatban bármilyen információval rendelkezhetnek. Kérik, aki bármit tud az esetről, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél. A szekszárdi járási ügyészség hulladékgazdálkodás rendje megsértésének büntette miatt emelt vádat egy 57 éves férfi ellen. A vádirati tényállás szerint a vádlott engedély nélkül építési, bontási törmeléket és lomhulladékot helyezett el Tolnán. A férfi által a füves közterületen illegálisan lerakott hulladékból csapadék hatására szennyező anyagok oldódhatnak ki. Ezek a talajba, talajvízbe kerülve az embert és az egyéb élő szervezeteket veszélyeztethetik. Az ügyészség a vádlottat hulladékgazdálkodás rendje megsértésének büntettével vádolja. A bűncselekmény 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A járási ügyészség a büntet előéletű vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozza a szekszárdi járásbíróságnál. Az Országos Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft. És a Tolna vármegyei önkormányzat közös megbeszélést tartott. Az eseményre a Tolna vármegyei önkormányzat tárgyalójában került sor Szekszárdon. A cél a szekszárdi Balassa János Kórház gyermekosztályának támogatása. A jótékonyság lényege, hogy elsősorban orvosi műszerek megvásárlására kerüljön sor a gyermekosztályon.
Az idei évben gastroenterológiai eszközökkel bővült a Szekszárdi Kórház gyermekosztálya. A kezdeményezés sikeres, és egyre több adomány gyűlik össze. Idén 11. alkalommal rendezték meg az eseményt, mondta Horváth István, országgyűlési képviselő. Ennek legfontosabb célja az, hogy az adott megyékben működő kórházak gyermekosztályaihoz érkezzen adomány. A vadász társadalom összefogott 11 évvel ezelőtt annak érdekében, hogy a vadászat szeretete és tiszteletének bemutatása mellett olyan társadalmi célokat tudjanak adományozni a vadászok, amelyek segítik a gyermekeknek a gyógyulását. Az idei évben a Tolna vármegyei Szekszárdra került sor. Mindig más vármegyében rendezik meg a neves eseményt, mondta Zsikó Zoltán. Az idei évben is nekiálltunk megszervezni az országos jótékonysági vadászatot, amelyet december 27-én rendezünk meg országosan mindenütt, és természetesen Tolna vármegyében is. Az idei évnek az a különlegessége, hogy lényegesen több helyszínen kerül megrendezésre. Ugye tavaly két helyszínen volt lehetőség arra, hogy akik szerettek volna becsatlakozni a jótékonysági vadászatba, ők Alsónyéken és a Regői Kaposkoppány Vadásztársaság területén ezt megtehették. Az idejében annyi előrelépés mindenképpen van, hogy Madocsán fogunk indítani egy új helyszínt, Szálkán fogunk indítani egy új helyszínt, és a Szekszárdi Aranyfürtő Vadásztársaság lesz majd egy új helyszín. Az adományok mellé adományvonalat is létrehoztak. Az adományvonalat nagyon fontosnak tartottuk ebből a szempontból, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy magyar vadászati szervezetek közül elsőként a közhasznú non-profit Kft.-nk megvalósította ezt az adományvonalat 13613-as hívószámmal, amely minden magyar mobil szolgáltató kártyájával hívható. A hívás és az SMS formában is az adományozó 1000 forinttal tud hozzájárulni ennek a programnak a sikeréhez. A tavalyi évben Vas vármegye mellett Tolna vármegye teljesített a legjobban az akcióban. November 30-áig lehet jelentkezni a középfokú felvételi központi írásbeli vizsgáira, közölte az oktatási hivatal. A közlemény szerint idén 535 középiskola írt elő írásbelit a hozzájelentkező tanulóknak. Az oktatási hivatal honlapján elérhetők ezen középiskolák adatai, valamint az elektronikus keresőfelület, amelyen a középfokú intézmények felvételi tájékoztatói és a meghirdetett tanulmányi területek találhatók. Azt írták, a középfokú iskolák az utóbbi hetekben közzétették felvételi tájékoztatójukat. Ebben meghatározták, milyen osztályokat indítanak a 2024-25-ös tanévben. Megjelölték azt is, hogy az adott jogszabályi keretek között milyen felvételi eljárással veszik fel a jelentkezőket. A Matthias Corvinus Kollégium Exkluzív Szülők Akadémiája programsorozat keretében Nagy Máté pénzügyi tanácsadó tartott előadást Szekszárdon. Az esemény témája a családon belüli pénzügyi tudatosság volt. Az Exkluzív Szülők Akadémiája programsorozat keretében tartottak előadást a Matthias Corvinus Kollégiumba járó diákok szüleinek Szekszárdon. A gyermekek pénzügyeiben nagy szerepük van a szülőknek, mondta Nagy Máté, pénzügyi tanácsadó. Nagyon fontos a szülői példa a gyerekek pénzügyi nevelésében. Talán erről kevesebbet hallani, hogy felnőtt korban a legtöbb ember olyan viselkedési mintákat mutat, amit aztán otthon látott előtte, amit otthon látott, és emiatt nagyon fontos, hogy a szülők mit mutatnak, a családok milyen példát mutatnak. A tanácsadó hozzátette, fontos, hogy a fiatalok megtanulják kezelni a pénzüket. Az internet nagy veszélyt jelent azokra, akik nem elég tájékozottak. A csalók például hamisított telefonszámokkal könnyen átverhetnek minket, mondta a tanácsadó. Korábban az internet kora előtt edukálódó korosztályok pedig ehhez képest olyan szempontból szerencsésebb helyzetben voltak, hogy sokkal kevesebb információ, az viszont sokkal szűrtebb információ volt, ami rendelkezésre állt, és így módon ami hozzájuk eljutott, az talán kevesebb zajt tartalmazott. Ugye a mai internetes világban ez egy nehéz dolog, hogy nem mindig tanítják meg a gyerekeket arról, hogy hogyan lehet kiszűrni a rengeteg információ okozta zajt. Nagy Máté hozzátette, a közoktatásban nagyobb hangsúlyt kell fektetni a pénzügyi tudatosságra, ennek a területnek a beépítéséhez azonban több szakemberre lenne szükség. Az eseményen köszöntőt mondott Böröc Máté is. A rendezvényt állófogadással
és svédasztalos vacsorával zárták. Nagy Kornélnak köszönhetően egy újabb esztendőig őrizheti Tolna vármegye a Magyar Tűzoltósport Egyesület vándorkupáját. Tavaly Gulyás István dombóvári hivatásos tűzoltó lett az összetett bajnok, míg az idei 4 lépcsőfutó verseny végeztével egy kurdi önkéntes tűzoltó Nagy Kornél gyűjtötte a legtöbb pontot. Összetett harmadik helyen szintén egy vármegyei tűzoltó, a paksi Turcsán Tamás végzett. 2023-ban 215 induló tette próbára fizikai erőllétét, szakmai tudását, gyorsaságát, elhivatottságát és kitartását a versenyek alkalmával. Tolna vármegyéből 4 tűzoltóság képviseltette magát, Dombóvár, Fad, Kurd és Paks. A Bonyhádi járási ügyészség jelentős értékre üzletszerűen elkövetett sikkasztás büntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat azzal a nővel szemben, aki visszaélt a rábízott pénzekkel. A nő úgy tett szert rendszeres haszonra, hogy 2016 és 2021 között 6 általa képviselt társasháznak a közös költségek kezelésére létrehozott bankszámlájáról több részletben vett fel készpénzt és azokat saját céljaira fordította. A Bonyhádi járási ügyészség vádat emelt egy közös képviselő ellen, aki a társasházak közös képviseletét látta el Bonyhádon. A vádlottal szemben üzletszerűen elkövetett sikkasztás büntette miatt emelt vádat. A vádlott bűnössége az ügyészség álláspontja szerint megállapítható, ezek a bizonyítékok pedig a vádlott beismerő vallomása, sértetti képviselők feljelentése, tanúvallomásai, feljelentések tartalma, kutatásra, lefoglalásra készült jegyzőkönyv, fénykép mellékletek, lefoglalt bankszámla, kivonatok, illetve számlák, illetve a elsősorban a revizori vélemény. A vádlott 2016 és 2021 év közötti időszakban az általa képviselt társasházak számlájáról több részletben vett fel készpénzt. Kisebb értékre üzletszerűen elkövetett sikkasztás büntetével vádolja továbbá az ügyészség a vádlottat, hanem ehelyett az egy bűncselekmény helyett. Egyrendbeli a BTK 372. szakasz első bekezdésébe ütköző, de a második bekezdés B pont, BC alpontja szerint minősülő szabálysértési értékre üzletszerűen elkövetett sikkasztás vétségével. A vádlott által okozott kár az általa képviselt 6 társasház vonatkozásában összesen mintegy 8 millió 400 ezer forint. Ezért a bíróság a vádlottat halmozott büntetésül 2 év szabadságvesztésre ítéli, a szabadságvesztés végrehajtási fokozatát börtönben állapítja meg, a börtönbüntetés végrehajtását 5 évi próbaidőre felfüggeszti, a szabadságvesztés büntetés végrehajtásának elrendelése esetén a feltételes szabadságbocsátás legkorábbi időpontja a büntetés 2/3 részének kitöltését követő nap, kötelezze a vádlottat, hogy az ítélt ügyérő emelkedésétől számított 15 napon belül kártérítés címén fizessen meg. A vádlott az előkészítő ülésen a bűnösségét beismerte, az előre tudott vagyoni bűncselekmények vonatkozásában és a tárgyaláshoz való jogáról is lemondott. Regionális híreink következnek. Megújul a szolgáltatóház Siklóson, energetikai beruházás 108 millió forintért. Karosszéria lakatos mester vizsga Pécsen, biztos megélhetést nyújt a szakma az oktató szerint. Hazánk egyik legsikeresebb filmírója járt Pécsen, a szakma kulisszatitkaiba avatta be a közönségét Köbli Norbert. Elkezdődhet a siklósi szolgáltatóház felújítása, az épületet szerdán adták át a kivitelezőknek. Az önkormányzat 108 millió forint pályázati forrás nyert a munkálatokra, a beruházás képletes alapkövét szerdán rakták le. Intézmények, cégek, irodák a siklósi szolgáltatóházban. Az épület már évtizedek óta nem újult meg. Most ezen változtat az önkormányzat, egy pályázatnak köszönhetően tudtuk meg a polgármestertől. Siklósi volt pártház épületének, mostani szolgáltatóház épületének az energetikai felújítása indulhat meg. A kivitelezés szakaszába lépünk, a mai napon át is adtuk a munkaterületet a kivitelezőnek, és szerződés szerint 6 hónapja, maximum 6 hónapja áll rendelkezésre, hogy megújítsa az épületet és azokat a munkákat elvégezze, amiket egyébként a TOP Plus pályázatunk keretében mi beterveztünk. Alapvetően energetikáról beszélünk, tehát az épületnek a homlokzatának a felújítása, szigetelése, nyílászáró cseréje, a teljes tetőnek a szigetelése,
megújuló energiaforrások alkalmazása, illetve részleges belső felújításról beszélünk, természetesen az alsó színnek a teljes akadálymentesítéséről és a hozzá kapcsolódó munkákról. Összesen 108 millió forintot nyertek pályázati forrásból. Ehhez tettek még hozzá 10 milliót, hogy minden korszerűsítést fedezni tudjanak. A munkálatok alatt nem zár be a ház. Úgy logisztikázza a kivitelező a munkáját, hogy irodacsoportonként fog haladni, tehát a kollégáknak az elhelyezéséről, áthelyezéséről nem kellett ilyen módon gondoskodnunk, egyértelműen el fogják végezni a munkájukat, természetesen azokban az időszakokban, ahol az irodákban nyilászáró cserélgyebek zajlanak, ott át lesznek majd csoportosítva másik irodákba, és a napi munkavégzést ez nem fogja gátolni. Siklós jelentős forrásokhoz jutott az elmúlt években, mondta a terület országgyűlési képviselője. Én annak nagyon örülök, hogy koncepcionálisan tudott a város hozzányúlni ehhez a Tebet egységhez, és ebből adódik az is, hogy előrelátóan tervezett a város, hiszen most már 12 terület és település fejlesztési operatív programot nyertek meg. Itt megkapták már az értesítést, a szerződéskötések folyamatosan egymás után következnek, és összességében több mint 3 milliárd forint forrást nyert a város. Ezeket a beruházásokat kell majd a közeljövőben nekik megcsinálni, elkészíteni és átadni az állampolgárok részére. A beszédek után jelképesen letették a beruházás alapkövét. A tervek szerint a szolgáltatóház előtti tér és az útbekötés is megújul majd. Megfelelő karosszélia elemek, fémalkatrészek pontos méretezéssel. Ezekre kellett figyelniük azoknak a mesterjelölteknek, akik szerdán teljesítették gyakorlati vizsgájukat. A szakoktató azt mondja, hiány szakma a karosszériás, pedig egy érdekes, szép szakma. Más az, amikor az ember otthon csinálja egyedül, és teljesen más az, amikor tényleg a felügyelet alatt, és minden lépését nézik, és elemzik, és értékelik. Mondja a karosszéria lakatos, aki gyakorlati vizsgafeladatán dolgozik az Angster szakképző műhelyében. Itt tartották szerdán ezt a megmérettetést a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében. Molnár Tibor vagyok, hosszú hetényben lakom. 2000-ben végeztem karosszéria lakatosként, azóta is a szakmában dolgozom. Úgy gondolom, hogy mindenféleképpen a szakmai csúcsa talán a mestervizsga, hogyha ezt sikerül mind a hatunknak megszerezni, akkor szerintem egy elég komoly szintet el tudunk érni, illetve elérünk a szakmánk terén. A fiatalok gyakorlati oktatásában is részt akar majd venni a mesteroklevél birtokában. Mindenféleképpen tervezzük azt, hogy becsatlakozunk a duális képzésbe, terve van az, hogy diákokat foglalkoztatunk és tanítunk a szakmára. Azt mondja, nem bánta meg, hogy jelentkezett a mestervizsgára. Ezt magamtól határoztam így, hogy ezt szeretném végigcsinálni. A szakmai oktatónk nagyon felkészült. Én úgy gondolom, hogy azzal nem lesz gond, tehát amit tudott, tudást azt nekünk átadta. A vizsgabizottság tagjai mind szakmájukban elismert személyek. Olyan feladatokat kaptak a mestervizsgán, amit a hétköznapokban is hasznosíthatnak majd, mondja a szakoktató. Lesz egy egyengetési feladat, ahol egy sárvidőt kell egyengetniük a mesterjelölteknek. Van egy nagyon precíz lemezalkatrész, amit össze kell állítani, és illetve egy futóműmérés. Meg kell határozni, hogy mi az, ami sérült a futóműben, illetve mi az, ami esetleg jó, hogyha jó. Egy szép szakmáról van szó, ott Dániel szerint, amit kitanulva fiatalok biztos munkalehetőséget kaphatnak. Nagyon-nagyon hiány szakma jelen pillanatban a karosszéria lakatos szakma, úgyhogy hogyha lehet így üzenni, akkor szülőknek, illetve tanulóknak, akkor nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha többen jelentkeznének és válasszák ezt a szakmát. Én úgy gondolom, hogy az autós szakmában a karosszéria lakatos szakma a leglátványosabb szakma. Én is régen ugye karosszéria lakatosként dolgoztam és ebben foglalatoskodtam. Nagyon-nagyon jó érzés, hogy egy törött roncsból egy gyári, új, minőségi autót elő tudunk készíteni, és vissza tudunk adni az ügyfélnek. Még nem tudni, hogy hány szakembernek sikerült a 6 jelöltből a mestervizsga. Aki sikeresen vette az akadályt, november 24-én a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában veheti át mesteroklevelét. Írják vagy rögtönzik a filmeket? Ha írják, hogyan írják? Mi a feladata a filmrendezőnek és mit csinál a forgatókönyvíró? Hazánk egyik legsikeresebb filmírója mutatta be titokzatos, izgalmas szakmájának kulisszatitkait a pécsi közönségnek. A rendezvénynek az MCC Pécsi Képzési Központja adott helyet.
Izgalmas kedveste ígérkezett a Matthias Corvinus Kollégium Pécsi Képzési Központjában. Köbli Norbert, egykori pécsi egyetemista filmíró, azaz forgatókönyvíró, számos televíziós filmsorozat írója volt a beszélgető társa Méhes Károly pécsi író költőnek. Számos kérdéssel kellett választ adni a kameránk előtt erről a nem mindennapi hivatásról. Szeretni kell írni, szeretni kell olvasni, és filmeket szeretni kell. Aki sok filmet néz, az ösztönösen tudja, hogy hogyan működnek a filmek, és létrejön benne, megszületik benne egy forgatókönyvíró. Jól kell bírni a magányt. Nagyon sokat kell egy írónak egyedül lennie, és akinek ez nehezére esik, akkor az nem lesz valószínűleg kitartó író. Több tízezer filmet nézett meg szórakozásból 10-20-as éveiben, ugyanis már akkor tudta, hogy leendő szakmájához szerzi a tapasztalatot. Természetesen nagyon sok könyvet is olvasott, így vezetett útja a forgatókönyvíráshoz. A forgatókönyvírás egy olyan műfaj, hogy sok minden látható a néző számára, mert megvalósul, film lesz belőle, de a forgatókönyvíróknak sok megírt tervük van, ami nem kerül soha a közönség elé. Úgyhogy szerencsés vagyok, hogy nem tudom, 20-25 film megvalósult, meg sorozat, amit írtam, de van még ennyi a fiókban. A 90-es években csak amerikai filmeket látott, mivel akkor a magyar filmgyártás nagyon akadozott, problémás volt. Persze, éppen itt Pécsen megnéztem a Miniszter félrelépett az Uránia moziban, meg a Csini babát, amik akkor a nagy sikerfilmek voltak, de nem voltam ismerős magyar filmekben, és ezért amerikai filmeket írtam. Például, amikor ide jártam egyetemre, megírtam az Ellenőr című pszichotrillert, ami teljesen az amerikai tini filmeket másolta, és a pécsi egyetemistákról szólt, akik nem vettek jegyet a buszra, és ezért egy pszichopata ellenőr megtalálja őket. Tehát teljesen amerikai sémákban, meg amerikai mintára gondolkodtam, és csak később, amikor a vizsgát írtam, akkor éreztem rá 30 éves korom után, hogy mi ez a társadalom, amiben élek, mi az a nyelv, amivel dolgozom, és hogy magyar vagyok, és ezt vállalnom kell íróként is. Hazánk egyik legsikeresebb filmírója mutatta be titokzatos, izgalmas szakmájának kulisszatitkait a pécsi közönségnek. A rendezvénynek az MCC Pécsi Képzési Központja adott helyet. Végül mutatjuk Tolna vármegye legfontosabb híreit még egyszer röviden. Beruházás Hőgyészen új bölcsődét adtak át. Jótékonyság, az eredményeket ismertették. Pénzügyi tudatosság, előadás Szekszárdon. Jelentős pénzt sikkasztott a közös képviselő, vádat emeltek ellene. Pénteken egy hideg front érkezik hazánk térségébe, többségében borús, esős időjárású nap következik. Egy csapadékmezőhoz sokfelé kialakuló esetenként intenzív esőket, záporokat. Eközben felerősödik az újból északnyugati irányra forduló szél, mely a Dunántúlon viharossá is fokozódik. Délután a Dunántúlon már csökken a csapadék, hajlam vékonyodhat, szakadozhat a felhőzet. Éjszaka viharos, erősségi szél érkezik. Szerte az országban lehetnek 40-60 km/órás széllökések. Friss hírekkel legközelebb péntek este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osztják meg velünk is, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!